Beethoven, a bécsi klasszika egyik kiemelkedő alakjának szerzeményei csendültek fel a Tolnai Magház udvarán. Bár az esemény Tolnán zajlott, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar most csak a házigazda szerepét látta el. A német zeneszerző műveit a Csíki Kamara Zenekar és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adta elő Horváth Gábor karmester vezetésével. Kicsit hosszú a történet, mert tavaly lett volna egy közös koncertünk a Tolnai Fúvós Zenekarra, amit természetesen a Covid, mint annyi mást elsöpört, és hát mostanáig kellett várni, míg ezt sikerült tető alá hozni, úgyhogy ma este 6:30 a Gödöllői Szimfonikus Zenekari Tolnán Beethoven koncertet ad, az Egmont Nyitány és a 7. szimfónia fog felcsendülni. Az az igazság, hogy ha már próbáltak maszkban fulladozva muzsikálni, akkor nagyjából el lehet képzelni. A fúvósok ugye nem tudnak maszkot venni, ők félelemmel vannak tele, hogy ebből mi lesz. A vonósoknál ez jobb a helyzet, de igazából mégis azt kell mondjam, hogy a bezártság után az, hogy bármilyen körülmények között, de lehet muzsikálni, az azért felszabadítólag hatott a muzsikusokra. Már egy ideje koncertezünk, és az elmúlt hetekben több mindent is már sikerült csinálni. Én nagyon bízom, hogy nem szakad meg ez a folyamat. Tulajdonképpen egy pályázat kapcsán találkoztunk, tehát nem volt még kapcsolat, és hát sajnos ez most se jött létre. Igazából egy koncertre játszottunk volna egymás után. Tehát a Fúvós Zenekar adott volna egy első részt, és a Szimfonikus Zenekar egy másik részt. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért a jövőbe ez még megvalósulhat. Sajnos a jövő évadról még konkrétan ott nem tudok nyilatkozni, mert a zenei világban nagyon sokszor évekre előre megvan minden. Ezt most teljesen fölírta a Covid, mindenki a következő koncertig lát előre, terveket sző, de igazából akkor ment le egy koncert, ha már a végén tapsoltak és felállt a közönség. Most már úgy látom, hogy ez le fog menni ez a koncert. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar idén lesz 40 éves, és ez... Egy kisebb formációként indult 40 évvel ezelőtt, főleg a Gödöllői Chopin zeneiskola tanári gárdájából, és hát ez azért az utóbbi jó pár évtizedre már olyan szinten kinőtte magát, hogy nem csak Gödöllő, hanem a térségnek egy vezető szimfonikus zenekara lett, nemzeti énekarra, neves karmesterekkel, szólistákkal rendszeres az együttműködésünk. Jó magam 11 éve irányítom az együttest, és hát az a jó egy vidéki zenekarnál, hogy ugye mi látjuk el a térség zenei életét, és mindenfajta stílust kell játszani. Tehát egyik nap ifjúság előadás, másik nap egy komoly szimfónia, utána egy könnyebb hangvételű operett, úgyhogy ez nagyon jó, mert színesen tartja a muzsikusokat is, és a közönségnek is sokoldalú szórakoztatást nyújt. Szóval.